Szevasztok, én Dezső Bencek. Jelenleg felfele tartok a Budapest irodában, várnak már a többiek. Mit szerettem volna még? Ja, hogy meglett a 100 000 feliratkozó, köszönjük szépen, mert nekem ez egy ilyen célom lett volna, hogy akkor legyen meg, de akkor legyen meg. És akkor menjünk fel a irodába. Így is van, és megérkezett, látom, a logónk is. Szevasztok! Nagyon örülök neki. És üdvözöllek titeket a Budapest főadi szállásán. Itt történik a csoda, itt raktuk össze az első részt, itt szoktak lenni a csapatmeetingek. Nézzetek körbe alapvetően. Ez a logom oda fog felmenni a falra, még nem tudom, hogy ezt megkérdezzétek. És itt szoktam ülni egyébként. Ez a szent hely, ide szoktunk felírni az ötleteket, ez ilyen letörölhetős üveg. Alapvetően van ilyen csapunk. Régi kamerák, itt van egy utálunk. Kifáradt a kommentelésbe és csontvászávás koponyával vált. Érezzétek otthon magatokat, és szerintem várjuk a többieket, mert hamarosan itt vannak, és Bálint is megérkezik, aztán meglátjuk, hogy mi a mai teendő. Úton vagyunk befele a Budapest Logger irodába. Imádom kimondani egyébként, mert ezt a munkaállomásnak nevezem, Budapest Logger iroda. A srácok bent várnak, fogalmuk sincs, hogy mivel érkezem. Egész héten húztam az agyukat, egy új melót mondok nekik most. Szerintem az egyik legkreatívabb az eddigi megkeresések közül. Tényleg fogalmuk nincsen róla, úgyhogy nézzük meg majd, hogy mit szólnak hozzá. Látom be! Hoppá! Megjöttek az ezért. Szevo, várj! Rakjuk fel az ezt a... Szevasz. Vácsát, művésznő, Hungarocell, Finocell, nem tudom, ez azt kéne kitalálni, hogy kell felrakni, mert én nem tudom, hogy kell felrakni. Ez? Műanyag. Karola már szétszedi, ne az a ragasztó megengedett, nyugi, az ott jól van. Rebeka jön Szegedről, Csongi hamarosan itt van, Dominik lebetegedett, ő ma nem jön, ennyi vagyunk, Bálint meg hamarosan megjön, és akkor megtudjuk, hogy WhatsApp mi a helyzet. Mit kell ma csinálni? Azt mondom, milyen volt a erdélyi móka. Művésznőnek fellépései volt a hétvégén. Hol voltál? Csíkszépfiz. És Kézdi Vásárhely. És melyik volt a jobb? Hát tömegbe a Csíkszépfiz és hangulatba a Kézdi. Hú, megcserélődnek. Neked mikor jönnek a... Én is nem sokára ugye a DJ karrierem kezdve. Andrásznak a igen. Ott leszek pár fontos fesztiválon ezen a nyáron. Fontos fesztiválon. Most is onnan jöttem. Igen. Hát a Andrásznak az éneklős karrierje az hamarosan beindul. Aki nézi az Insta-sztoriét, az biztos tudja, hogy... Most egy picit a hangommal van baj, de nem sokára rehabilitáció viszont. Mindig az autóba énekel, elképesztő. Van. Na, hát úgy néz ki, hogy menjek én is a Broda irodába, és annyit kértek, hogy öltözzek pirosba! De hogy minek? Mert hogy értem én, hogy a lift piros, de... Na mindegy, remélem minden piros lesz. Aha, hát figyeljetek, semmi nem piros, csak én szóval. Úgyhogy nem tudom megint, mit akarnak. Azt mondták vlogolják, úgyhogy sziasztok, hello Mizu! Imádom ezeket a folyosokat, mert nem tudom, hogy melyik ajtó milyen, mármint hogy olyan, mint egy hotel. Tehát így, ez lesz az vajon? Várjál, nem ez volt az. Hallod? Jaj, 92! 95-es, aztán elkezdtem rugódni, hogy azt hittem, hogy az a miénk. Én nem múltkor egyel, gyere már. Majdnem berúgtam az ajtót. Hello, szevasztok, Hali! Hello! Karola, köszönjük a Csonginak, na! Pirosban mindenki, mert meg kell. Yeah. Most nagyon gázol érzem magam, hogy ki jön neki, hogy kopog, vagy berúgtam a bajról. Mert beléképte. Hallod? Emélem. Szia! Szia! Olyanok vagyunk, mint a napköziben a kismegy csoport. Szia. Kis cseresznyék. Várja, ugyanolyan a táskánk, figyeld! Tényleg megmutattam, vagy nem tudom. Itt van Csonginak a táskája. Rendes izé Broda csík van benne. Broda csík van, és az enyém. Meg piros. Hallod? Ez a táska? Ja. És nekem miért nincs ilyen? Hát többet kéne velünk járni. András az nem szól semmit sem hozzá. Nekem nincs, itt vannak. Megérkeztem én is az irodába. Bálint behívott és közölte velem, hogy öltözzek pirosba, holott mindenki tudja, hogy egyáltalán nem hordok pirosat, úgyhogy én ennyit tudtam hozzátenni az egész történethez, és izgatottan várom, hogy mi fog történni.
Na, sziasztok! Arnold! Mekkora lazulás van, lemaradtam valamiről? Történt már valami? Itt minden nem történik semmi. Negyek, én nem is köszöntem mindenkit. Karolom, még nem köszönöm. Pia! Rajtad mi a piros? Ja, akkor van. Még esetleg egy húst tudok hozzátenni a piros. Jól van ez így. Ez az autó, amiben most ülünk, ez gyermekkoromban ezzel rohangáltam, ez egy Sport Civic, régen diszkósnak becéztek, amikor rendezvény szervező voltam, úgyis ezért ebbe az autóba megjelenni egy klub előtt tizenvalahány évesen kopasz fejjel, hát vicces voltam, maradjunk annyiba. Gyertek fel az irodába! Persze gyerekek, hagyjátok nyitva az ajtót. Megjött Báli, hoppáré! Top, 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 menedzser, menedzser! Safety first! Mondtam, hogy hálózat. Igen. Mondtam, hogy gyertek pirosba, ez még így semmi. Nem. Nem. Úristen, nem tudjátok a legidesebb kések mafiókba. Na, azt se jutott eszetekbe, hogy mindenki különböző helyszíneken volt. Mindenki mindenhonnan küldözgette a sztorikat, és hogy ez a jövő hálózatának köszönhető, mert azt építjük, nem? Így sem? Nagyon gondolkoztam. Arról beszélsz, hogy van izé, telefon, meg ilyen, és hogy... Jó. Igen? Hálózat. Jövő. Telefon. Piros. Ja, Vodafone. Na! Gyerekek, de a Vodafone-tól kapunk egy fölkérést. Adjad! De most komolyan! Én örülök! Tulajdonképpen a ti munkátokban ez folyamatosan ott van. Tehát a hálózattal kommunikáltok, hálózatot használjátok fel a melóhoz, és az a feladatunk, hogy a ti szemszögetekből, vagy a ti életetekben keresztül mutassuk be azt, hogy a hálózat és a Vodafone az hogyan létezik. És ide használjuk? Igen. De megvan az első ötletem. Na. Milyen változtatás? Vodafone. Úristen! A legrosszabb ötlet valaha! Ever! Nem jó? Hívod Dominikot? Német úr. Na, figyeljük, Dominik, elmeséltem a többieknek, hogy a Vodafone-nal fogunk együtt dolgozni. És elmondta, hogy be kell mutatni mindenkinek a saját szemszögéből, hogy ki hogyan használja a hálózatot. Viszont van egy másik részenek a kampánynak. Le fogunk utazni, valószínűleg Kecskemétre vagy egy másik városba, hogy megismerjük a digitális iskola programot. Le fogunk ide menni és találkozhatunk tulajdonképpen a rajongókkal, a vodarajongókkal, tehát ott lesz lent egy nagyon gyerekcsoport. Dominik, figyelj csak, majd a Bencék visszaírnak videón, mert én tényleg itt hagylak titeket, és egy kicsit akkor agyaljatok azon, jó? Na, Bence fölhív, találjátok ki az okos kampányt, jó? Szevasz! 1 hour later. Hogy lehet bemutatni a jövő hálózatát? Szórólapozom. Hát ott a szórólapozás. Kérdezik neki lehet. Igen. Inkább akkor ilyen hirdetet. Bocsi. Ilyen hirdetet ábrákat vagyunk sok közt. Valamelyik videó is csináltam. Mint a Mr. Beast. Aha, tegyünk meg ilyen hálózatát. De minden szép. Valami kreatívabb kéne. Andrászat. Na, ide néz. Karola Dalhír. Tegyünk ilyen táplát Andrászra, és igen. De az nem kreatív, meg nem látja. Tessék rá, mert ilyet és azzal megy. Haj, bukkolom, mit ilyen? Nem. Legyen valami őszinte, egyszerű kihívás. Mutassunk meg. Mi szeretitek, mi is. Igen. Mutassunk meg olyan dolgokat, például nem tudom, ugyanarra gondoltunk-e, amit mi folyamatosan használunk, és amire használjuk a hálózatot. Mit arra gondolsz, hogy mutassuk meg, hogy Instagram, navigáció, hogy milyen dolgokat, hogy milyen szállítani. Egyenként, tehát mindenkinek legyen egy-egy kihívás. Mit tudom én, például nekem az, amit nem annyira szoktam semmi, hogy lohaglás. Kiskorban volt egy negatív élményem, vagy azóta nem, és akkor ilyen... Aha. Jó, egy kicsit plecsk jobban. Hát, hogy az a lényeg, hogy amiben nem vagy tapasztaltak, amit nem csinálsz. Meg amit nem csinálsz minden nap. És nem, nem is azt, hogy nem szívesen, de mondjuk félsz vele. Jó, de akkor csináljuk úgy. Amitől félsz. Jó, de akkor a csapatban mindig egy ember tartson a másikkal, hogy tudja segíteni, támogatni. És akkor ez így jó. Ja, meg várj, van még egy digitális iskola programunk. Ott mi csinálunk. Oda valami tényleg nagyon jót kell kitalálni, mert ott élőben érted, hogy lekössük őket. Vagy várja, mit szóltok ahhoz, hogyha úgyis vannak ilyen jelentkezőink, ugye? Ja, hát vannak brodás jelenkezők, sokan jelentkeztetek egyébként a brodába. És több belülük egy személyt kiválasztunk, vagy nem tudom mennyit, igen. És akkor vele. Mert megkérdezzük őt. Igen. Jó, igen. Akkor légy szíves, egyet válasz ki, akivel jó. Már beszéltél, és kérdezzük meg, hogy ő mit javasol, hogy mit csinálják a digitális iskolában. Negyen? Keretei között.
Na! Itt vagyunk. Várják? Magamat nem látom. Szia! Az lenne a kérdésünk, hogy tudnál-e segíteni ebben a programban nekünk, hogy mit csináljunk? A digitális iskola programban. Igen, és aktivitére gondoltam. Például a Wi-Fi-t, meg ilyeneket így el tudnátok mutogatni. És akkor ez így. Ez tök jó lett. Miért van az, hogy mi nem tudunk semmit kitalálni, csak elfogálunk és egyből kitalálják konkrétan. De egyébként mennyire jó ötlet, mert tök szokták szeretni az activity-t. Igen, nekem voltak is activity videóim. Hát egyik veled volt, igen. Szerintem jó? Jó. Ja, a többi kitaláljuk az most. Innen most már egy kínos lenne, hogyha jó, ha nem mi találnánk ki. Köszönjük szépen az ötletet. Köszönjük, hogy segítettél. Hát igazán nincs. Hasznosítani fogjuk. Szeretnél te is a Budapestbe szerepelni? Igen. És ez már sikerült is. Igen. Köszönjük szépen a segítséget. Köszönjük szépen. Szia! 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 Jól nézel ki? Ugye uram? Azt kell, hogy mondjam. Készen állsz egyébként? Vagy? Nem. Félsz amúgy? Hát... Épp élnék. Ott alul. Azt mondták, hogy az lesz az. Ott alul. Készen állsz? Nem. Ne nézzük. Jámbor, nyugi, haver, nem lesz semmi gond. Hogy kell felszállni? Várjál. Na jó, hívjuk fel Rebekát! Írjátok le a chatre, vagy eddig bírtuk egyébként, fel kell hívni Rebekát. Szia! Na szia, bizó! Problémába ütköztünk, hogy működik a ló? Hogy kell a lóra felszállni? Mert kinek kell lóra felszállni? Itt van Csongi, látod? Hello. Mondtam, hogy elhozzuk. Figyelj! Közben a ló megeszi a kamerát. Igen? Ott van a kengyel, amit... Így lók ki a gyerekből. Az, igen. És abban bele kell rakni a bal lábát. Mi? Várja! Az aki! Belerakja a bal lábát. Igen. És a gyerek elejét fogja a bal kezével, a hátulját a jobb kezével. És felszáll. Jó. Megoldjuk. Köszönöm szépen. Megoldjuk és küldök majd videókat, jó? Jó. Oké. Okay. Szerintem még fel kell így majd. Nem, megjegyeztem, mutatom. Menni fog. Jó. Na, lassan, indulj meg lassan. De jó egyébként. Jó. Úristen, megijedtem. Lassan. Nem olyan, mint az autó, tudod, az kicsit jobban megy, de. Szerinted hány lovas? Egy. Ennyi, egy lovas. Figyelj, megígértük, hogy csinálunk a Broda Instára mindenki egy videót. Na, itt vagyunk, sikerült felülni a lóra, működik minden, úgyhogy Rebekának nagyon szépen köszönjük, hogy segítséget nyújtott. Igen. Megtanítottam Csongit! Neki, most már jó megy! Élmény, nekem jó, szuper. Jó ez. Vagyunk, sikerült felülni a lóra, működik minden, úgyhogy... Működik minden, majd vágás, és így konkrétan elrohansz. Hát jó. Azért még annyira jó barátok nem vagyunk. Eszembe jutott valami, én énekelni fogok, én ezt választom, nyilván tanulni is kell énekelni, mert videósok vagyunk, felhívom Karolát, hogy hogyan is kell énekelni, hogyan kell bemelegíteni a hangszálimat, mert lássuk, hogy videós vagyok és hát nem egy énekes. És a művésznő, szia! Várj, meg is mutatlak kamerának, ott vagyunk, taníts meg énekelni. Mit kell csinálni? Hát én énekkorára járok, de vannak a YouTube-on tök jó kis gyakorlatok, meg van egy pár. Mendegél a mandarin! Tucskárázni? Hogy kell? Má-má-má-má-má! Várjál! Sztárosan van a szemüvegem is! Má-má-má-má-má! Na! Strö! Szevasz! Szevasz, tesa! Én is itt vagy, csak nem lát! Várjál egy pillanat, megállok mindjárt. Balcsó. Balcsóka. Gyertek. De megállunk, várjál haver, mert itt van mögöttünk a... Wuk-wuk, sound of the police. Haveromtól elkértem a kocsiját, és segítetnél kicsit, hogy mi hogy van, mert rosszul nem ilyenbe tanultam. Konkrétan a világítást nem találom rajta. Na, a kormány az megvan, hol van. Ez lesz. Az, így van. Bal oldalt, ott van egy ilyen kis kiálló kis... hosszúkás alakú dolog, az. És te kaptál Jocsit, haver? Az szép volt. Ez kell az. Kétszer, ne? Tekerd fel. Jó, az megvan. Van fénye, de az most még nem kell, csak hat utána szabály szerint. Annyi, hogy sokkal nehezebb benyomni a kukkumba.
Az nem gáz, ez így kell. Picit kopott valószínűleg, vagy új kuplunk, de két nem, vagy új szóval. Szóval kopott szerintem. Most valami pislog is, az nem lényeges, hagyjad. Szerintem az arról nincs baj, de amúgy tök szép a kép. Igen? Aha. Meglepően. Én azt hiszem, hogy helyesebb vagy, mint voltál. Ezek effektek, tudod. Tesó, menni fog? Menni fog szerintem amúgy. Csak kicsit paráztam, azt gondoltam a szakértő. Várjál, tudom, tudom magam, mert kicsit jobban nézek ki, mint az autó. De ne vezessél így, haver. Ne, így ne azért, tényleg, tedd le. Én is félreálltam. Gyorsan. Ja, leteszem, nem fogok elindulni így, úgyhogy köszönöm szépen a gyors talpalót. Egyes, aztán szépen lassan. Na majd mondom, hogy sikerült-e túlélnem. Jó van, óvatosan, tesó. Puszi lettéket, csak. Csak. Mendegéla, manda, rím, rím. Mendegéla, Mendegéla, mandarin. A mandarin az elment a hangommal együtt. Köszönöm szépen. Énekelget. Mendegéla mandarin. Jó. Szia! Szia! Mendegéla mandarin.